Azért, Emily, milyen boldogok lehetnénk mind a ketten, hogyha mondjuk ilyen filmkészítők lennénk, és mondjuk a filmjeinket rendszeresen mondjuk Cannes-ba mutatnák be. Ez így van. Ugye? Igen. Na, mert ez az, ami sikerült. Most, igen. Ez, ami sikerült újra. Nem nekünk, hanem Undruczó Kornélnak. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Skype-on kapcsolunk. És egyben hát gratulálunk előre, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, Kornél, hogy így a rendelkezésünk rá. Ez ugye az Evolúció című filmről van szó. Igen, igen, most mutattuk be. Ét napja, Cannes-ba. Hát, vasárnap. 11-én, igen. Igen. Összefolynak már az idők. Hát mesélj egy kicsit nekünk azért ennek az érzéséről. Ez nem azt mondjuk, hogy ez már a te életedben szinte már-már megszokott, hanem tényleg az érzéseidre lennénk kíváncsiak, hogy mekkora az öröm, boldogság. Hát nagyon nagy az öröm, főleg azért, mert hogy ez a fesztivál létrejött. Ugye 2 évnyi program van jelen, nagyon sokszínű, rengeteg film, rengeteg különböző film, és ezen belül az Evolúció is helyet kapott, az egy igazi nagy ünnep volt. Eleve az, hogy egy moziterem tele van, és elképesztő lelkesedés van. Azt lehet érezni, hogy a mostani fesztivál nagyon pozitív, hangulatú. Azért azt kell tudni, hogy Cannes az nagyon kegyetlen is tud lenni, ha kegyetlen akar lenni. De idén valahogy az az érzés az embernek, hogy mindenki újra moziba mehet, boldog ettől. Kevesebb ember van, kevesebb a néző, de nagyon sokan itt vannak a szakmából, és azért úgy megtelnek a mozik. Azt talán kevesen tudják az Evolúcióról, hogy amikor a nagy közönség, meg a kritika még az előző Weber kötelvel közös filmeteket ünnepelte, a Pieces of a Woman, akkor már ez az Evolúció előkészült, és már talán a forgatás is zajlott, ugye? Nem, szóval inkább hogy volt a... Egy motivumot használtunk a Pieces of a Woman-be, ami a generációk között átadott traumák motivumát hordozta, és nem éreztük eléggé kidolgozottnak ott, és azt gondoltuk, hogy ez megér egy filmet. És ez egy nagyon hirtelen projekt volt. Összesen 13 nap alatt forgattuk, áprilisba és májusba. Május 20-án fejeztük be a németországi forgatást, és az első változatot egy héttel azelőtt küldtük el, hogy a fesztivál lezárta volna a szelekcióját, szóval nekünk elkészülni egyáltalán az egy nagyon nehéz dolog volt, de közben meg egy nagyon nagy öröm itt lenni, ezt újra tudom csak mondani, ez a fesztivál most van, most létrejött, nem tudjuk, mi lesz ősszel, reméljük, hogy minden mozi nyitva marad ősszel, télen, de az is lehet, hogy nem. Tehát az, hogy egy ilyen szép bemutató lett, és hát szerencsére úgy tűnik, hogy nagyon melegen fogadták a filmet, az egy nagy öröm. Mi nem voltunk ott, egy kicsit nekünk mesélje arról, hogy a Vörösszőnyegen egyáltalán, ahogy mesélte ennek a hangulatáról, hogy most nem akart kegyetlen lenni Cannes, ugye, hogy elkezdted ezt a beszélgetést, kik vettek részt, sztárok, ismert emberek. Mindig rengeteg sztár van jelen, szóval, meg hát mi a sztár, szóval ez is egy kérdés, ugye általában azok, akik Amerikából jönnek, és akik a legnagyobb média felületet kapják, azok közül elég sokan a mostani filmjeikkel megjelentek itt, a Matt Damon filmtől a Sean Penn filmig, a Wes Anderson filmig, szóval ők azok, akik jönnek. Ugye elméletileg 2-3 napot tölt az ember, én 3 napot töltöttem most Cannes-ba, itt vannak közös ebédek, vacsorák, amik tárok. Vannak, szóval, de azért belülről ez nem ugyanaz. Azért ti is tudjátok, akik tévét, médiát csináltuk, szóval belülről ez mindig egy kicsit más érzés. Én azt gondolom, hogy annál nagyobb sztár, mint Monori Lili, nagyon kevés van. A egészen elképesztő minőségű színészet, amit lehet tőle látni, nagyon-nagyon lelkesen fogadta őt, és a közösség, és a kritika is, és emlékeznek rá, és tudják, hogy például a Monori Lili az a filmművészetnek, vagy a kelet-európai filmművészetnek egy ikonikus alakja. Szóval azt kell mondanom, Monori Lili árulta. Komolyan annyira ráéreztél, mert pont erre akartam haladni, hogy nem mindig az a sztár, aki a vörös szőnyegen csillogó ruhában végigvonul. Mennyire volt egyértelmű, hogy ennek a generációs filmnek a legidősebb tagját, ami ugye egy holokausztig visszanyúló történet, Monori Lili játsza majd az egyik főszerepét?
Hát számomra egyértelmű volt, hiszen ezt a filmet, elképesztő színészek vannak benne, a Lángarna Maritól, a Katona Lászlón keresztül, Jule Bőve, szóval tényleg jó színészek vannak benne. De a Monori Lilinek egy filmet csinálni, az elképesztő erőt ad. Azért is, mert az a minőség, amit ő tud, az most le lett filmezve, az ott van, azt nem lehet elvenni a vászontól, és az generációkon keresztül meg lehet nézni, hogy mi az a minőség, amit ő képvisel, mi az a film színészet, amit ő tud. És ez a film, nem azt mondom, hogy csak azért készült el, hogy Monori Lilivel dolgozhassak, de nagyon nagy része az, hogy Monori Lilivel dolgozhassak. Hát ugye a beszélgetést ezzel kezdtük, Kornél, hogy bemutatták ott Cannes-ban, 11-én debütált, azt azért gyorsan mondjuk el, hogy a magyar közönség mikor látja, vagy láthatja a filmet. Ha jól tudom, ősszel, novemberre tervezzük a bemutatót, szerencsére jó pár ország megvette, szóval a francia bemutató, német bemutató, olasz bemutató, stb. Nagy területekkel megpróbáljuk egyeztetni, minél erősebb kampányt tudjunk csinálni. És ugye a legnagyobb siker, vagy a legnagyobb öröm az, hogyha visszatérnek az emberek a moziba, és azért nem olyan rosszak a számok, de a számokat leginkább jelenleg a nagy blockbusterek hozzák, és mi rettenetesen szeretnénk, úgymond szerzői filmesek, hogy a művészmozi hálózat is megteljen, és ez a film ezt szolgálni fogja. Hát úgy legyen. Köszönjük szépen, és gratulálunk. Köszönjük, és gratulálunk, igen.